Schneider Kinga vagyok, a Noé Állatotthon Alapítvány munkatársa. Az Állatok Világnapját az 1930-as évektől ünnepeljük. Assisi Szent Ferenc, akit ugye az állatok védőszentjének emlegetünk manapság, ezen a napon hunyt el, és rá emlékezünk, előtte is tisztelgünk, valamint azok előtt, az élőlények előtt, akik a mi alapítványunknak, a Noé Állatotthonnak a legfontosabbak. És mi szeretnénk azt gondolni, hogy ez a nap egyre inkább arról szól, hogy azok az emberek, akik felelősen tartják az állataikat, akik szeretik ezeket az élőlényeket, azok ezen a napon még inkább efelé fordulnak, és még inkább arra törekszenek, hogy minden rendben legyen körülöttük, minél kevesebb állatot bántalmazzanak, és minél több állat családi környezetben családtagként élhessen. A Noé Állatotthon Alapítványban 1992 óta zajlik az állatvédő munka, és mi nem csupán kutyamenyhely vagyunk a szó hagyományos értelmében, hanem gyakorlatilag nálunk 30 faj, 1200 egyede él. Budapesten egy 8,5 hektáros menhelyen, illetve Vas megyében, Szergényben egy körülbelül 100 fős kutyamenhelyen végezzük az állatvédelmi munkát. A nálunk lévő állatokban egyetlen egy közös van, mindegyikőjük valamikor bajba került, mindegyikőjüket meg kellett már egyszer menteni. Ezért is, és persze meg azért, mert nagyon szeretjük és tiszteljük őket, számunkra ők a legfontosabbak. A kutyáknak, cicáknak természetesen szeretnénk új családot, új gazdákat találni. A többi állat, a gazdasági állatok, esetleg azok a vadállatok, akik nem szabadon engedhetőek, pedig itt az állatotthonban élhetnek életük végéig. Azt szeretnénk, hogyha minél több ember ellátogatna hozzánk a 17. kerületi telephelyünkre, és minél többen megismerkednének azzal a munkával, azzal a szeretettel, amivel itt foglalkozunk velük. Itt a Noé Állatotthonban évtizedes múltra tekint vissza, hogy ünnepeljük az Állatok Világnapját. Korábban egy felvonulással, egy városi felvonulással ünnepeltük ezt, de most már 8. alkalommal itt az Állatotthonban rendezzük meg ezt a nagyszabású eseményt. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy gyakorlatilag önkéntesen és szeretetből és támogatásból jönnek olyan művészek, igen neves művészek, akik azért lépnek föl nálunk, hogy ezzel is az eseményünk színvonalát emeljék. Természetesen mindenki, aki itt segít nekünk, az önként és szeretetből jön el hozzánk. Ma a színpadon fellép a Padödő zenekar, a Készenléti rendőrség zenekara, karneváli dobosok, a One More Night zenekar, úgyhogy nagyon-nagyon széles a paletta. Ők mind támogatásból, segítségből jöttek el hozzánk. De lehet nálunk természettudományi játékokat kipróbálni, egy kicsit belenézni a régészkedésbe. Vannak népi játékok, játszóház, ládavasút, gokárt, ugrálóvár, és hát természetesen minden olyan dolog, ami egy gyerek jólétéhez, ami a gyerekek szórakozásához hozzájárul. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy évről évre egyre több látogató tisztel meg minket ezeken a rendezvényeken. Hajdú Dániel vagyok, az Energy Care Kft. Ügyvezetője. A cégünk elektromos járművekkel foglalkozik, ezen belül főként turisztikai, ipari, illetve köztisztasági városüzemeltetési járműveket forgalmazunk, bérbe adunk, illetve szervizelünk. 5 éve támogatjuk a Noé Állatotthont az Állatok Világnapján, főként egy elektromos kisbusszal, de voltak itt már más jellegű járművek is. Jó magam Németországban szocializálódtam részben, és ennek köszönhető, hogy abban az időben már Németországban nagyon sok erőt megmozgattak így az állatvédelem felé. Ez átragadt rám is, és gyakorlatilag így a cégben a környezettudatossággal együtt úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan kombináció, ami esetleg másoknak is segíthet ezt a tudatot beépíteni így az életükbe, és hogy egyre többen fognak így az állatvédelem felé elmozdulni. Abonyi Krisztina vagyok, a Previta Trade Marketingese. Azért vagyunk most itt a Noé Állatok Világnapján, mert több mint 2 éves együttműködés van a Previtál és a Noé Állatotthon között, ami egy igen sokrétű együttműködést jelent.
Például felhívjuk a figyelmet az adó 1%-ára, ezen felül pedig a Previtál április és májusban minden eladott termék után 1 forinttal támogatja a Noé Állatotthont. Az idei együttműködésünk egyik kiemelkedő része pedig a Macskaland játszótér, ahol 3 kis házat, illetve 1 cicamászókát adományoztunk a Noé Állatotthonnak. Most pedig itt a Previtál sátorba minden színezés vagy kvízjáték után a gyerekek 1 napi cica adagot adományozhatnak száraz állateledeként a Noé Állatotthon számára. Bedi Zsolt vagyok a Tube Shop Kft-től. Több mint 5 éve foglalkozunk egyedi póló termékek gyártásával, digitális nyomdagépeket használunk. 2016 óta vagyunk a Noé Állatotthonnak a támogatói, mert úgy gondoltuk, hogy a társadalmi szerepvállalás keretén belül támogatni szeretnénk egy alapítványt, és így esett a Noé Állatotthonra a választásunk. Minden egyes eladott termék után, melyet nálunk a webshopon keresztül vásárolnak, egy Noé lakónak a 3 napi élelmét tudjuk ezzel fedezni. Egy saját Noé kollekciót terveztünk, melyet különböző méretben, különböző színekben és különböző mintákkal lehet nálunk megvásárolni. Civil állatvédő szervezetként, alapítványként sajnos nem részesülünk normatív állami támogatásban. Ezért igazából ahhoz, hogy fenntartsuk a telephelyünket, az állatbarátok, állatszerető emberek segítségét kérjük. Megteheted a támogatásodat tárgyadományként, hogy éppen mire van szükségünk, azt mindig a honlapjaikon tüntetjük föl. Nagyon nagy köszönettel fogadjuk a pénzbeli adományokat, ezekből elsősorban az állatorvosi számláinkat tudjuk kifizetni, illetve az állatotthon fenntartásához tudsz hozzájárulni. És természetesen hatalmas szeretettel fogadjuk az önkénteseket, hiszen az egész rendszer, az 1200 állat éjjel-nappali ellátása arra van felépítve, hogy ti, kedves állatszeretők, önkéntesként segítetek nekünk.